Menekültek sétálnak a tompai tranzitzóna előtt. A szerb oldalon levő elhagyott épületben várakoznak arra, hogy Magyarországon beadhassák a menedékkérelmüket. Ezt pedig itt tehetik meg. Szűk konténerek, körülöttük hatalmas drótkerítés, a tetején több sor szöges drót. Ez a tranzitzóna. A kormány azért építette ezeket, hogy megakadályozza a menekültek belépését Magyarországra. Bevándorlókat nem fogadunk, migránsokat nem engedünk be, és senkit sem telepítünk le Magyarországra. Ezt ma mondta a miniszterelnök az állami rádióban. Orbán Viktor először szólalt meg azóta, hogy a külügyminisztérium helyettes államtitkára múlt héten egy máltai lapnak elismerte, Magyarország tavaly befogadott 1300 menekültet. Ennyi ember menekült kérelmét kellett volna elbírálni a Magyarországnak az Európai Unió döntése alapján is, de erre az Orbán kormány nem volt hajlandó. Erről szóltak a reklámspotok, az óriás plakátok és a nemzeti konzultációk több milliárd forintért. Orbán Viktor ma elismerte a menekültek befogadását, de szerinte ez más, mint amit ellenez. Az egy másik eset, ott arról van szó, hogy vannak védelemre szoruló, a nemzetközi jog alapján védelemre szoruló emberek, akik abban különböznek a migránsoktól, hogy először is bekopogtatnak az ajtón. Ezen az ajtón, a tranzitzóna ajtaján. A menekülteket segítő szervezet szerint viszont nincs különbség menekült és menekült között, mindenki csak itt kopogtathat. A befogadott 1300 is közülük került ki. Azok beadják a tompai vagy a röszkei tranzitzónánál a menedékkérelmet. Ez egy több hónapos elbírálási procedúra lesz, és akkor vagy megkapják a státuszt, vagy elutasítják őket. A Migration Aid volt az a szervezet, amely tavaly az Őcsényi nyaraltatást is szervezte. Menekülteket szállásoltak volna el egy-egy napra egy helyi panzióban, de a tervből óriási botrány lett. A tiltakozás miatt a polgármester lemondott, a panziós autóját megrongálták. Most kiderült, az Őcsényi menekültek között is volt több olyan gyerek, akik a déli határon átérkeztek, és akiket a kormány fogadott be. Orbán Viktor korábban híradónak azt mondta az Őcsényi esetről, semmi kivetnivalót nem talál a helyiek tiltakozásában, mert idézem, már annyit hazudtak nekik a menekültekről. Úgyhogy én teljesen megértem őket, és nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményt. Az együtt szerint a kormány hazudozik össze-vissza az embereknek. A menekült ellenes orbáni gyűlöletkeltésnek a hatásai évtizedekre velünk lesznek, és ennek Őcsény egy rettetesen szomorú példája volt, ahol megtévesztett emberekben keltettek indulatot, és a miniszterelnök még inkább szította ezt a tüzet. A Migration Aid szerint egyébként a kormány idén is folytatja a menekültek befogadását a tranzitzónákban beadott kérelmek alapján.